Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Kedves testvéreim és nővéreim, jó napot kívánok. Nella catechesi precedente, come il Signore continui a pascere il suo gregge attraverso il ministero dei vescovi. Az előző katekézisben azt hangsúlyoztuk, hogyan folytatja az Úr nyájának legeltetését a püspökök szolgálata által, akiket a papok és a diakónusok segítenek. Jézus bennük teszi jelenvalóvá magát, lelkének erejében, és folytatja az egyház szolgálatát, táplálva benne a hitet, a reményt és a szeretet tanúságtételét. Ezek a szolgálatok tehát az Úr nagy ajándékát jelentik minden keresztény közösség, és az egész egyház számára, mivel az ő jelenlétének és szeretetének élő jelei ők. Ma arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi kívántatik meg az egyháznak ezen szolgáitól, hogy hitelesen és gyümölcsözően tudják megélni szolgálatukat. Lelkipásztori leveleiben, amelyeket Timóteus és Titus nevű tanítványainak küldött, Pál apostol részletesen kitér a püspökök, a papok és a diakónusok alakjára. Megáll, és kitér arra is, hogy minden embercsoportra, akik az egyházhoz tartoznak. Leírja azt, hogy mi a feladatuk, azokat a kívánalmakat, amelyeknek felismerhetőnek kell lenniük azokban, akiket ezekre a szolgálatokra kiválasztottak, ezekkel a szolgálatokkal megbíztak. Sokat mondó, hogy a hithez és a lelki élethez kapcsolódó tulajdonságok mellett, és hát ezek a tulajdonságokat nem lehet lebecsülni, ezek is fontosak, de kimondottan emberi tulajdonságokat is felsorol, hogy legyen befogadó, józan, türelmes, szelíd, kedves, jóságos. Megismétlem, tehát legyen befogadó, vendégszerető, józan, türelmes, szelíd, kedves és jóságos szívű. Ez minden szolgálat ABC-je és alapvető nyelvtana. Ez érvényes minden püspökre, papra, diakónusra. Enélkül a szép és igazi képesség nélkül, az arra irányuló készség nélkül, hogy az illető másokkal találkozzon, hogy másokat megismerjen, párbeszédet folytasson, megbecsülje már a többieket, hogy kapcsolatban álljon, kapcsolatot létesítsen a testvérekkel, tiszteleteljes és őszinte módon. Tehát enélkül lehetetlen az, hogy valóban örömteli és hiteles szolgálatot és tanúságtételt tudjon nyújtani. Aztán van egy másik alapvető magatartás, amelyet Pál lelkére köt a tanítványainak, és következésképpen mindazok lelkére köti, akiket lelkipásztori szolgálattal bíznak meg. Pál apostol arra bíztatja őket, hogy szüntelenül élesszék föl magukban azt az ajándékot, azt a kegyelmet, amelyet kaptak.
Ez pedig azt jelenti, hogy mindig tudatában kell lenniük annak, hogy az ember nem azért püspök, nem azért pap, nem azért diakónus, mert hogy ő okosabb lenne a többinél, vagy jobb, vagy kiválóbb másoknál, hanem egyedül az ajándék erejében, az Istentől kapott szeretet ajándék erejében, a lélek erejében, amelyet a nép javára kap. Ez a tudatosság nagyon fontos, és olyan kegyelmet jelent, amelyet minden nap kérnünk kell. Egy pásztor tehát, aki tudatában van annak, hogy a saját szolgálata egyedül Isten irgalmából származik, Isten szívéből, az soha nem lesz képes arra, hogy autoriter magatartást tanúsítson, mint hogyha a többiek az ő lábánál feküdnének, mint hogyha a közösség az ő tulajdona lenne, az ő személyes királysága. Az a tudatosság, hogy minden ajándék, minden kegyelem segíti a pásztort abban, hogy ne essen abba a kísértésbe, hogy önmagát helyezze a figyelem középpontjába, és hogy pusztán önmagában bízzon. Jaj, hogyha egy püspök, egy pap vagy egy diakónus azt gondolná, hogy ő mindent tud, hogy mindenre ismeri a helyes választ, hogy nincs szüksége senkire. Épp ellenkezőleg az a tudat, hogy ő az első Isten irgalmának és Isten együttérző szeretetének, ő az első címzetje, arra kell vezetnie az egyház szolgáját, hogy mindig alázatos legyen és megértő a többiekkel szemben. Bár tudja azt, hogy arra hivatott, hogy bátran őrizze a hit letéteményét, nem szabad föladnia azt, hogy meghallgassa az embereket. Tudatában kell lennie ugyanúgy, hogy ő mindig van mit tanulnia másoktól, olyanoktól is, akik esetleg távol élnek a hittől és az egyháztól.